Jelenleg aszfaltterítőgéppel, azaz finisherrel építik a nemesített útpatkát a Nyíri út folytatásában a Máriahegy térségben. Az útkarbantartást a Kecskeméti Városüzemeltetési Kft. Munkatársai végzik. Az első ütemben a széles köztől a 445-ös körforgalomig zajlanak a munkálatok, amelyek várhatóan jövő héten befejeződnek. A Kecskeméti Városüzemeltetési Kft. Korábban írta arról, hogy a második ütemben a harmadik Béla körúti körforgalomig készül a nemesített útpatka. Mint kiderült, már ezeket a munkálatokat is végzik. Jövő hét közepén pedig a Nyíri út folytatásától a Ladánybeni út csatlakozásáig terjedő szakaszon lesz a széles köz nemesített útpatka karbantartása. A munkavégzés idején félpályás útlezárás lesz érvényben, amiről tájékoztatják majd a lakosságot a Kecskeméti útinform oldalán. A patka elhasználódásához, a környéken zajló építkezésekhez és mezőgazdasági munkákhoz érkező tetemes súlyú gépjárművek is hozzájárulnak. Ugyanis a tiltás ellenére rendszeresen használják ezt az utat, amelyen 40 km/h sebesség és 5 tonnás súlykorlátozás van érvényben. A Kecskeméti Városüzemeltetési Kft. Munkatársai kérik, hogy mindenki vegye figyelembe a korlátozó táblákat.